Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké emmen. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket, véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezi azonban, nem merték e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Nagy a kontraszt az emberek és a tanítványok viselkedése, meg az Úr Jézus szavai között. Egy gyógyítás láttán ujjonganak az emberek, mégpedig egy látszólag reménytelen eset alkalmával. A apostolok nem tudták meggyógyítani a megszállott gyermeket, bármint próbálkoztak is. Az Úr Jézus azonban ráparancsolta tisztátalan lélekre, és a gyermek rögtön meggyógyult. Érthető volt mind a csodálkozás, mind a kitörő öröm és ekkor mondja a tanítványoknak a hamarosan bekövetkező szenvedéséről szóló szavakat. Le akarta talán hűteni a tanítványok lelkesedését? Inkább talán a csodálattal rátekintő tanítványokat akarta megóvni a csalódástól. Ez ugyan sikertelen próbálkozásnak viszonyult a későbbiekben, mert ők nagyon is emberi szempontok szerint, vagy mondhatnánk, a saját szempontjaik szerint nézték a történteket. Gondolatban folytatták az eseményeket egészen addig, amíg majd mesterük mellett maguk is hatalommal rendelkező és csodált emberekké válhatnak. Krisztus viszont éppen ezt a fantáziálást akarta megállítani. Ahogyan az ő szenvedés ellen tiltakozó Péternek is azt mondta, emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodó. Erre utal az a szójátéknak tűnő megfogalmazás is, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. Az emberfia megnevezés a profétáknál még azt jelezte, hogy ők közönséges emberek, nem különbek a többieknél. Később azonban már messiási címként értelmezték Dániel prófét a szóhasználata miatt. Az emberfia így már isteni hatalommal rendelkező, éjü dicsőségre hivatott személy lett. Amikor az Úr Jézus nevezi önmagát emberfiának, az előző értelemben használja, persze nem elvetve a messiási vonatkozást sem. De most is éppen arra figyelmezteti a tanítványokat, hogy félreértik azt, ami a hatalmat és a dicsőséget illeti. Mert e világi szempontból pont az ellenkezője vár Krisztusra. Az evilág urának gőgjét ő a megalázottság és a kiszolgáltatottság mélységével fogja legyőzni. Célja nem az uralom megszerzése, hanem az emberek megszabadítása. Az emberfia így áll szemben az emberekkel. Éppen azok törnek ellene, akikért elszenvedi meg a megaláztatásokat. Nem véletlen tehát, hogy a szenvedő szerkezetet használja itt az evangelista, ami általános alanyjaként szerepel a magyarban. Az emberek kezére adják. Nagy hatalmát kiszolgáltatja hogy aztán majd a porból fölemelkedve megmutassa igazi diadalát. A lapostolok nem értik mindezt, mert emberi módon gondolkodnak. Csak Krisztus föltámadása teszi érthetővé számukra Isten titkait, ami egyszer mind az üdvösség titka. Számunkra pedig a tanítás, mi már a titok ismeretében élünk, így értékeljük tehát a saját életünk kudarcait és bajait is. Amen.